Szép napot! Én Mihalec Gábor vagyok, és ez itt az Intimitás Tréning videósorozat második része. Igen, jól látja, egy meglehetősen furcsa helyszínről jelentkezem ezúttal, mégpedig egy lóhátáról, a saját lovunk Mimóza hátáról. Ha 5 évvel ezelőtt valaki azt mondta volna nekem, Gábor, te 5 év múlva lovagolni fogsz, mégpedig nem is akárhogy, a saját családi lovat hátán, a saját kertedben, akkor egészen egyszerűen annyit mondtam volna válaszként, drágám, neked teljességgel elment az eszed. És mi történik? 5 évvel később tényleg itt ülök egy ló hátán, mégpedig a saját lovunk hátán, a saját kertünkben. Jó-jó, kellett hozzá a lányom, kitartó éveken át nyúzó kérlelése, végül beadtam a derekam, és belevágtam valami olyanba, ami eddig a kényelmi zónámon teljességgel kívül esett. Mi köze ennek a házassághoz? Nagyon is sok. Sok olyan párral dolgoztam már, akik 5, 10, 20 vagy akár még több évi házasság után is ugyanúgy csinálnak mindent. Semmi nem változik. Ugyanúgy szólítják egymást, ugyanazokat a dolgokat teszik, ugyanoda mennek nyaralni. Minden ugyanolyan. És egyszer csak megjelenik valaki, aki valami újdonság átélésével kecsegtet. Aki valami meglepetésszerűt, valami titokzatosságot ígér. És olyan könnyű elcsábulni. Ezt az újdonságot miért ne élhetnénk meg a társunkkal? Miért ne élhetnénk meg azzal az emberrel, akivel közösen formáltuk az eddigi közös történelmünket, akiben már annyi évet, annyi időt, annyi érzelmet fektettünk? Miért ne aratnánk le együtt ennek a befektetésnek a gyümölcseit? Erről szól ez a tanítás ma. Új dolgokat együtt átélni. Nyitottság az új dolgok iránt. Olvassunk jó könyveket, menjünk el jó tréningekre, beszélgessünk emberekkel arról, hogy ők hogyan élik meg a kapcsolatukat. Ne legyen mindig minden ugyanolyan. Egy volt egyetemi csoporttársam, Ralf Néter, nagyon érdekes kutatást végzett, több mint 1000 embert megkérdezett a szexualitásuk különböző tényezőiről, és arra volt kíváncsi, hogy kik a legelégedettebbek a szexuális életükkel. Kapaszkodjon meg, épp én is azt teszem, mi lett a végeredmény? A legelégedettebbek a szexualitásukkal azok az emberek voltak, akik heti 2-3 alkalommal szeretkeznek, még soha nem voltak hűtlenek, és nyitottak új dolgok kipróbálására. Ennyi a titok. Ezt kell kipróbálni. Nem csak a szexualitásban, minden másban is. Nyitottság új dolgokra. Ha mindig mindent úgy teszek, ahogy tegnap tettem, ugyanott fogok tartani, ahol ma vagyok. Biztos, hogy mindenben ezt akarom? Érdemes átgondolni. Ja, és még egy fontos dolog. Ha netán egyszer arra vetemedne, hogy lovagoljon, és közben hosszú házasságot szeretne, mindig viseljen kobakot. Találkozunk nem sokára a harmadik résszel. Szép napot!